A mocskos mindenségét nekie. Onnan fölülről lövődözik ilyen nagy villanyszokkal. Pazd meg, emlékeztem én valamire, hogy itt baj van. Vízmentes terület. Ott van az a Nokeddi, ott van fönt. Azt kell levágni, mielőtt bemenni a vízbe. Jó van akkor, mert mindjárt megoldjuk. Fú, itt lesz a bika, nem? A bikesz. Ki, mennyi kutya? De mit van a bikesz? Igen, igen. De az a hal, az a haverunk lesz, vagy nem a haverunk lesz? Meg kell ölnünk. Valami kergetőzés lesz ott. Jó, fejezd be. Amúgy tényleg az érdekes, mert azt a csalit nem muszáj megtalálnunk nekünk. Azt tök véletlen találtam meg azt a csalit. Érted, és hogyha most nincs ránk csali, akkor mi van? Valaki furujázik, nagyon keményen nyomja a furuját. Farkasnak meg átlóg a farka. Ja, ez nem a farkas. Jó, ezek nem farkasok. Ezek ilyen villanygecik, bazd meg. Elnézést. Pikachu! Csak hogy megöltek? Egyetlen egy. Ott is van 5 pont. Nagyon szép. Na, az a baj, Scando, hogy angolul írod ezeket, és lófasz nem érte belőle. Ha meghangatod a harangot, igen, akkor mi történik? Jön a télapó? Hát ezek nem farkasok, ezek valami nagyon csúnya kinézetű fiatal emberek. Azt mondja, meghangatod a harangot, használjam a csalit. Oké. Okay. Azok is, hogy ezt most nem találom meg, akkor ez nem kezdik. Ja, ilyen pikkelysziket kapott. Hát nem olyan nagy vasz lesz. Nekem imagyöngy kell, minden áron imagyönzök, imagyönz. Nagyon sok. Imagyöngyök, és az a lényeg, hogy a összes bosst megöljük. Mielőtt a nagy boss fightra megyünk. Vagy nagyon nagy erősek legyünk. Ha már Pokémon. Hogy mi? Milyen Pokémon az? Ja, már értem akkor. Már mindent értem. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. Pokémon. Szivar. Nem bírt magával, hogy... Hogy ne legyen ott a csíp táblán, hogy... Oh!
tűzős fiatal ember. Mindjárt jövök. There's no better team. Arm in arm, we'll win the fight. It's always been our dream. Amúgy van benne valami Szivarsz, nagyon szépen köszi a 1500 cheers-t! Azt a kurva életbe! Nagyon szépen köszi Szivarsz. Még a 10 eurósról mellé. Mennyire másabb erre a zenére a Battlefront-ozni? Nagyon szépen köszi Szivarsz. Jó, fejezzétek be itt fiatal emberek. De hogyha ezek ketten vannak, akkor annyira nem tudom is akarul. Ajjá, szíja bele, ne! Nani? Segítség! Ne! Segítség! Mi a fasz? Elnézést, papi vagyok, jó napot! Aj! Ne! A kurva anyátokat, bazd meg! Möglöttem átkozva. Nagyon szépen köszi még egyszer, Szivarsz! Köszi! Na, ezek kivégeztek, mint a szart. Picsába. Pillanatra nem figyel ember, nézd meg. Na, négyen legalább tudunk beszélgetni, mi a helyzet? Jézusom, spambo, hú! Spambo, nagyon szépen köszi, hello, szia! Különösen átkozott az előttünk. Hol van energiátalom, srácok? Jó, megvan. Az meg azt hittem már lapottam. Leki. Szóval mit mondod nekünk, öreg asszony? Semmit? Naze óreni? Wakai o hito ni hitotsu tanomi ga gozaimashite. Na, van egy kérése. Nanda? Chichi no koto desu. Apád? Vaszik olyan öreg vagy, mint a országút. Kizoku ni narimashita ga sono toki
Teljesen rabjává tette őt egy ponty. Maga a nagy ponty. Tada koi ni esa o yatte imasu. O akai o hito. Douka chichi o koi no jubaku kara toki hanatte kudasai. Mecsü meg a faterját, azt mondja. Ano yona eien wa chichi no nozomi de wa arimasen deshita. Jó, csinálsz akkor egy bundás kenyeret azért, vagy valamit? Semmi? Naka ni wa wakimon desu. Soto o tsutsun. De bazd meg, semmi fizetség, csak a küldetéseket kapjuk, érted? Közben itt meg szívják belőlem a lelket. A de, kurva dementorok! Ne, a kurva élet faszát! Hát megint meghalok. Hát ezt nem hiszem el. Hát... Meg. A furulyás ribancok, nézd meg! A furulyás ribanc mindenségit. Most nem szivart, de... Előbb se az volt a probléma, hanem az, hogy ezek nagy kurvák. Öreg lányok. Nézd meg! Nagyon sok van belőlük, ez a baj. Da-da-da! Vagyjál meg! De már szíja a lelke, a dementor! Ne! Honnan jön az a... A pusztulat rágná meg azt a öreg végbe leidette nokeddi képű Tri Ninja teknős. Oké. Okay. Te mit figyelsz onnan, te Dumbledore? Ez valami fődementer volt, mert piros ruhája volt ennek a disznónak. Ez mi ez? És mindig furuljázik valonnan. Mennyi van még ott? Nagyon sok, mi? Aha, ott is vannak. Már szíld, de a kurva életbe! Ott volt a sarekba, bazd meg. Hát ilyen hülye halálokba veszek most részt. Jó, húzunk innen a gecibe, ez nem érdekel. Azaz. Hát az volt, fődementorszok. Nézd meg. Ekkora köcsögök. Jó van. Kutyákok. Jó, húzzunk innen a faszomba? Ez egy szar terület. Mondta öreg asszony is, hogy kerüljen meg, mert itt neki. Nézd meg, majdnem kiszipulyozott. Amúgy nagyon sok izét pontot adnak. Ajaj. Akkor azt hinnéd, hogy végzel velük, mert már elfogytak, érted? Lófaszt. Minden sarkon ilyen kibaszott izé van. Dementors. Itt bent a sarokba elő. Na de ezek nem olyan szinten szívnak, érted? Ezek csúnya szívók.
Dyson porszívók, érted? Úgy nyomják ezt. Ez mi ez itt? Jó napot kívánok. Ó! Ez a bika. A biku biku. Bika 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 bika. Csibiri bika. Jó, itt titkos fal van. Itt van a bikuci kint. Jó, de mentorokat kerüljük meg itt. Mik ezek a nyögések itt alattam? Úgy szerintem nagyon sokan vannak valahol. Na na na! Fejezzük be a szívásokat, légy szíves. Az baj. Az very big problems. De most már megint mindjárt. Geci. Fejeztétek? Mert nem láttam semmit amúgy. Na, te meg a szívás fejezd be, de gyorsan. A büdös mindenségéret neked. Azt a jó büdös tokedlis tésztás krumplis gombócot. Hát ezt nem hiszem el. Persze. Segítség! 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 Valaki mentsen meg! Hagyjatok békén a faszomba! Nem, nem. Nem, nem, nem. Ajjaj, segíts valaki nagyon. Jó, meddig tart ez a fos? Geci, megmenekültünk. Szevasztok, buzik! Javár-e életünk is? Oké. Okay. Ezt lehoztuk. Itt van a fő dementorunk. Ha? Jó. Dupla szívó, porszívó, öregasszonyok. Na 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 na! Ez honnan jött elő? Honnan jöttél, csicskagyász? Nem viccelük. És mindig van egy ilyen fütyülős kurva. Oda néz a nagy ládák, meg itt vannak elrejtve. Íj, a mennyei fű. Ez hogy keveredett ide egyedül? Szevasz, hello, szia! Új értelmet nyert a megfurulyázott kifejezés. Hát igen, nálam ez szokott ilyen előfordulni amúgy, hogy új értelmet nyernek ezek a dolgok.
Hol van a Bikuci Mikuci? Jó, még ezt a oldalt kitakarítsuk. Mert én ilyen vagyok, érted? De nem vagyok hátra szemetet. Az ott micsoda? Ott van valami nagyon csúnya fiatal embersz. Ezt föntről rá kéne ugrani. Hidd. Úristensz. Az idő. Idő van! A kávéra, hölgyeim és uraim. Itt föntről nem lehet itt tetőzni itt? Tető. Gyere elő! Nem lehet. Mindjárt itt Pax testvér szem, mindjárt kávézunk. Pillanatot kívánok. Csak itt még megöljük itt a embereket, akik elmaradtak. Még is utánam jönnek, nézd meg ezt a csöves nokedlit. Te meg akarsz halni, mi? Na! Ezt valahogy úgy kéne megölni, hogy itt van ez a szippantó kurva is. És nem is egy van, hanem kettő, és ott van a bonfire kint, nézd meg. Jó, ott van kint a bonfire, oda kifutunk. Először, hogyha véletlenül itt valami rossz dolog történne velük. Aha, igen, erről beszéltünk. Elnézést! Ne! Ezt nem hiszem el. Hogy nem értem ki. Hogy nem értem ki oda. Szeretem a láthatatlan segélyeket. Na, képességre megvesszük ezt a isin lófaszt, így-e. Hopp! Grasped the inner mystery of Anikombat stíle. Jó, és akkor elvileg, hogy most ezt megvettük, akkor itten... A Asina kastélyba itt... Valahol. Csak azt kell megtudni, hogy hol. Na most már tényleg szedd össze magad. Azért nem volt annyira halva született ötlet, mert meg lehetett volna. Érted? Jó, azt kéne megtudni, Skendo, amíg én megcsinálom a kávét, hogy hol tudok találkozni azzal a fiatal emberrel, aki odaadja nekem ezt a nagy képességet. Jó, hogy csak ennyit ír. Az baj. Na jó, addig elvég csak a kávét, meg pössentek, meg ilyenek, és aztán mindjárt innen folytassuk. Ripjegek, robogok. Na. Ebből ide kilépünk ide most. Így-e. Legyenek itt ilyen zönék. Zönék pörögjenek. Itt meg valami zenék mentek amúgy, amíg... De jó, folyamatosan ment a YouTube. Folyamatosan ment a YouTube, csak le volt némítva. Hát ez tökéletes. És már nyitmak, már abban a pillanatban lövi. Jó, itt most ilyen japán zenék lesznek. Nem tudom miért, full japán izé van. Ilyen japán egyvelegbe dobott be itt a cucc. Japán skik vagyunk most, mehet a buli. De mindjárt meg...
your body, girl, wiggle up your waist. And in the air, wind up, wind up. Jump and spread up, wind up, wind up. We can come on, everybody line up. Everybody come on, let me do the jump up. And in the air, wind up, wind up. Jump and spread up, wind up, wind up. We gonna jump to the rhythm and the jump on the bass. Wind up your body, girl, wiggle up your waist. And in the air, wind up, wind up. Jump and spread up, wind up, wind up. We can come on, everybody line up. Everybody come on, let me do the jump up. And in the air, wind up, wind up. Jump and spread up, wind up, wind up. Nagyon nagy zene ez. Várj, akkor nem látom Skendót. Na jó, Sabidu, Sabida, lelele. Pillanat, köszönjük szépen a tárcot, sziasztok! Azt mondja, hogy valami Watchtoverbe kell keresned, és ha nincs ott, miután Emmának odaadtad a sárkányok könnyét, akkor ő fogja neked adni a musintekercset. Emma nénye? A kis ribanc. Aha. Ne hagyjátok abban. Mi a fasz? Hello, szia! Megzavarodtak a fiatal emberszek. Aha, 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 jó, 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 jó. Oké, láttunk képet, mert itt van Embina honka. Hopp, nem ezt akartam, elnézést kívánok, itt ilyen csöcsös lányok vannak. Igen, jó, akkor várjatok egy pillanat, ide visszalépünk a játékba először. Igen. Na most láttunk képet. Rögtön abba hagyta mindenki, érted? Abba a pillanatban abba hagyták a tárcot. Igen, az volt a YouTube videó, amit hallgattatok. Szóval az... Emmához kéne menni? A Watchtower, de milyen Watchtower? De megnézzük, hogy Emma odaadja a tekercsöt. Tiriri, tiriri. Tiriri, tiriri. Emma? Aha, Emma itt valószínűleg lófaszt nem fog átadni. Aha. Nem Emma, csak utána fogja neked odaadni, ha átadtad neki a sárkányok könnyét. Kinek kell odaadnom a sárkányok? Micsoda? Hát ennek nem tudok adni semmit. Szóval, akkor várjál, mert passz meg. Mit írtál, Skendo? Milyen izé? Milyen Watchtower vagy mi? Nincs valami videó, hogy hol van? Videót nem tudsz küldeni, hogy hol van a csöves, mert akkor azt tudnám rögtön. Hát meg kell ölnöd. Amennyi ilyen sárkányt, annak lesz könnye. Ja! Az meg most lesz itt a izébe. De a csávó, aki odaadná ezt a tekercset, az nincs itt valahol? Azt kéne megkeresni először. Köszi. Mindjárt nézem. Köszönöm, köszönöm. Igen, ez adja izét. Na várjál, de ez a izé, ez a asina tekercs, ez a sima, nem?
Ez nem a sima tekercs? Azt vár... És akkor ő ugyanitt lesz? Mert ez a fő boss. Szunk, azt hiszem. A halott mennyei sárkánsz könnyes írasson meg, azaz. Ah, csak öreg lány van itt. Jó napot kívánok. Hello, Isint bácsihoz jöttem. Anta. Nani o kane? Nem amúgy semmit, csak így jöttem látogatóba. Jó ga nakereba. Nézd meg, elküld a faszomba. Mosugu. Iksa ni naru. Mugo iksa ni ne. Shikabane wa yama to tsumare. Ensa wa kitto. Oni ga umare chimau yo. Egy démon? Igen, itt lesz egy démon. Sa, anta datte. Sa, anta. Na, hát itt nincsen Isin bácsi. Masinából megtanult az utolsó. Igen, de igen, igen, de igen. Jó, itt van még egy vidinyó. Na, oda, ahol most ment a fiatal embersz. Oda nem tudok elmenni, vagy sem el tudok menni, csak most ő már nincs ott. Ő már nincs itt. Nekem. De valószínűleg tovább mentünk a sztoriba, és ő innen elment már. Nem tudom, könnyít. Szóval ide utaznak, ahol előbb is mentem, a nagy kígyó szentélyre, csak ő nekem már nincs itt. Akkor öld meg a sárkányt, és a könnyeiért kapod meg majd Emmától ugyanezt a tekercset. Aha, jó van akkor. Akkor teljesen fölöslegesen tanultam meg ezt a fost. Na mindegy. Ő ide elment a faszomba. Eltávozott. Na jó, megöljük most ezért. A bikucit. A bikucikát. Szóval a mennyék így jó. Vagy mennyék sárkány, vagy mi a tök. Jó, ezeket a furulyás elragasztókat valahogy ki kell kerülni, mondom! Idegbe gyűvök tőlük amúgy. Jó, ezek szét vannak szívni. Elnézést! Csak szeretnék úgy eljutni a másik bombfájára, hogy nem szítok ki. Igen, örökre. Na. Zavarodtatok. Na, vajon most sikerül? Már jön a szívás. Na. És kaptam. Ezt nem hiszem el itt a bonfire! Ugorja! Merita! Segítség! Segítség! Anyu! Haló? Na, a kurva mekkora pontyót ez! Úristen! Jó, takarodjatok vissza! Rendben! Minden fasza! Megoldottuk.
Itt meg a nagy gabonákat bent hagytam, nézd meg. Jó, valószínűleg mennyi konfettivál fog kellene megölni a bikucit. Van egy olyan érzése. Veszi le a életelémet. Mert mindjárt jövök Bikesz. A Bikesz Csibirisz. Meg kell ölnöm ezeket a nyilas geciket, mert nem bírnak munkkal. És a Bikára nem tudod csak így ráugrani most? Megöljen. Na-na-na! Ezt! Csicskáskodj! A kurva agyát nézd meg, milyen szemtelen. De! De bo... Szórakozik velem? Hülye köcsög. Hülye köcsög. Ne, ne, lövő bűvette a matár, bazd meg. Nézd meg azért, de mi a szar? De csak miben vannak ezek a izék, Robin Hoodok? Szia Letty kép, szia hello! Jó napot, jó estét! Hello, szia, hogyan vagy az? Nagyon jó! Megválaszolom minden kérdésemet, mi a helyzet? Pusztuljál már meg te, avatar! Logó nyakú köcsög! Na na na! Feléd döföm a nyilad! Szerintem kell rátok ugrani, úgyhogy meghalljon? Próba cseleszni. Hopp! Ja, hogy ez így. Aha. Hogy azért nem eszik olyan forró rakását, bazd meg, érted? Elnézést. Életleszívások vannak. Szívogatnak. Álljon meg, fiatalember, álljon meg! Forgalmi jogosítvány. Elő lehet készíteni itten. Pusztulj már meg, büdös pika! Na na! A kurva anyád! Így! Megzavarod! Szétverlek! Ott vagy te, halálkom ugye! Nyugodj békébe! Békébe! Ott van a gyibagyögy. Hú.
Rövid helyzetjelentés Zoliról, megfurulyázták Zolit, csak nem úgy, ahogy szerette volna, hanem konkrétan keresztül szúrták egy furulyát rajta, aztán meg leszigítják Zolit, de az sem úgy történt, ahogy ő szerette volna, mert úgy leszigítják, hogy beleőszült. Köszönjük, Szke! Ez egy rejtett képesség, ami megneveli nálunk tévét nagyon jó. Köszönjük, Szkendő, ezt a helyzetjelentést, nagyon jó helyzetjelentő vagy te. Köszönöm. Itt vagyok már régóta, csak hallgatóztam. Lett ilyen hallgatózós, érted? Elbújjuk itt a sarekba. Maszkját főnyomja, és itt hallgatózunk. Azt hiszi, hogy ninja. Ninjákban van. Tű, a dudorodó! A dudorodó, a dudorodorodorodó. Gatyaszok. Dudorodó gatyaszok. Jóska gyerek, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Jóska gyerek, nagyon szépen köszi a 100 cheers-t. Köszi, köszi. Nagy királysz vagy. Köszönöm, köszönöm. Ide, ide hallom. Ide hallom, érted? Már vizuálisan, hanghatásügyileg, sztereóba hallom a fülembe ezt a cühöt. A Letti hangján. Azt mondja, túl sokat hallasz. Le vagyok. Én pontosan le vagyok mondva, és nekem ezt el kell viselnem. Hogy lehet ez? Jó, itt, itt nagyon nyomják a Titanixot. Titanixot. Na, még egy imagyöngyre szükségünk van nekünk. Hogy itt felálljon a kukac. Tűkörülsz? Kíváncsi vagyok rá, hogy Emma végre... Hát arra én is kíváncsi vagyok. Arra nagyon. Én is. Tararirapparappa. Hát de mi nem eszik olyan forrónak ársát, vagy nem? Vagyunk ott a bossnál, még itt azért ezt a részt meg kell csinálni azért. Majd a ponty fog átvezetni szerintem. Csak odáig meg el kell jutni. Tika nagy... Micsoda! Cristiano! Tik. Dekázgatunk buzivíz. Azt hiszi, hogy ezért vagyunk, BL döntődik. Ha normális vagy. Hát én. Azt mondja, hallgatózott, pedig már elmondtam háromszor. Nézd meg, lebukott. Most jól, mert ma vagyok tablettázva amúgy, de este szenvedtem, mint a kurva élet. P10-kor úgy bealudtam, mint a rakéta. Szóval fél tízkor benyestem ágyba, keményen, elaludtam, aztán hajnali egykor fölkeltem, és ilyen hajnali egytől ilyen reggel hétig szenvedtem. Aztán megint elaludtam, aztán megint fölkeltem, aztán megint elaludtam, aztán megint fölkeltem, és aztán már streamben. Na, nem dömfotizunk. Aha, értem, mindent értek lettem. Egyébként miért van az, hogy itt mindenki nő ebbe a mennyei palotába? Hát mert benne van a nevében, hogy mennyei. Mennyei szívások vannak itt, érted? Na honnan tudod, hogy ezek nők? Ezek ilyen gyíkfejű valamik. Addig, hogy oda néz, hogy dekázik. Hopp, levette sarokkal, sarekkal. Szevasz Tiborsz. Felvidult streamer, oda nézzé. Szevasz Tiborsz, szia, hello, szia, milyen helyzet. Hop, hop, csibirip. Letti és máma itt éjszaka itten. Szeretnéd, hogyha... Jó, most nem lesz, nem lesz egy ilyen fajzár, érted? Úgyhogy csak ennyit kérek most. Szeretnéd, hogyha... Pont. Elég nőjesek? Hát a mai világban ezt már nem lehet tudni, Szkendó. Itt
hangok alapján, érted? Hangok alapján ez már nem betne... Elnézést! Az egy sok. Sok hatás értette. Attól függ, mi az pont-pont... Hát figyelj, ezt már azt egészíts ki. Annyira tetszenek ezek a Souls játékok, de engem 30 perc után megbasz idegileg. Vannak így többen amúgy. Vagyis nem csak te vagy így egyedül. De... Én szerintem is így van, hogy nem mindenkinek illik és passzol ez a játék, de amúgy nézni kurva jó. És tényleg főleg egy olyan embert, aki tud vele játszani, és most nem magamra gondolok. De... Tigeztet. Hello! Jó napot kívánok, mi a helyzet? Letti, akár vadászhatunk szellemekre együtt, érted? Benne vagyok. Jöhet Skendo Papesz is, ha gondolja. És mi sem gondol, ezt gondoltam. Ezt első pillanatban gondoltam, hogy te se rám gondoltál. Hú, azért ott a Dark Souls 3 gameplayemre azért büszke vagyok. De azért most itt a Sekiroba is csináltam olyan dolgokat, hogy magamat is leszippantottam volna azért. Micsoda? Mit veszíthetek? Csak élni akarok. Adj időt nekem. Őkkel. Úgy fáj nagyon. Mi az, hogy fész tőlem, Marekám Letti? Vigyázz, mert Skendo beszélsebb, csak mondom. Ő a benem áll a szája verzióval támad. Szóval Tibi, de soha nem vitték ki egy Souls game-et se? Mindig kexuálisan zaklatol, legalább lenne, aki... Na jó, menjetek ketten játszani, oké? Okay? Én majd megyek aludni este. Menjetek ketten játszani. Én! Nem tudom, tegnap kivetkőzött bugyira élő egyenes adásba, csak így szeretném ezt kihangsúlyozni. Videós bizonyítékaim vannak erről a tevékenységről. Bizony. Nem faz... Hát Letti sokat fazbózott. És megunta. Vagy nem tudom. Mindig alsó gatyában nyomott bongyoros hajja. De ez a védjegyem. Na! Én mindig alsó gatyában nyomom. Ez meg fog buffni. Soha. Ezt most megbaszott. Mindig az elején lecsapágyosodtam tőle. Párszor megfutottam, de nekem nem megy. És melyik Souls game-el próbálkoztál? Hát nem a Sekiro-t mondanám elsőre, amit kéne játszani. Mondjuk egy Dark Souls 1. Vagy egy... Úristen ez. Vagy egy Bloodborne. Vagy egy Lords of the Fallen, a újabbik. Az se olyan nehéz. Átvírasztott éjszaká, száz el nem mondott szó. Dark Souls 3 tetszett nagyon, annak már vagy háromszor nekifutottam, nagy lendülettel, de egy délután után legörbült szájjal töröltem. Pedig a Dark Souls 3 nem olyan veszélyes amúgy. És meddig jutott el benne? De mondom, inkább ilyen Dark Souls, már lehet, hogy egyes, aztán nehezebb, mint a három, sem tudom. Aha, értek mindent. Jó, ja persze, jó van akkor. Látod, vannak itt ilyen dolgok, amikor így előjönnek ilyen nokeddig, most kinyírnak. Altatás utánsz. Hát ez mikor? Hát, látod, hogy miért megyen a stream. Hát nem streambe gondoltam én ezt így, érted?
ezt ilyen privát szokba. Privát parti, privát spice, privát fűszerek. Jajjaj! Na-na-na! Ne sokkolódj-e? Jó, itt most már mindent főszedtünk, nem? Úgyhogy gyorsan oda haladunk. Ez így lehet, hogy nem lesz jó. Ja, nekem aztán úgy jó. Jó, a lényeg az, hogy innen kéne nagyon elhatárolódni valahogy. Ne buzizzanak itt. Itt van lent ez a fejetlen köcsög valahol. És mindenki be van agrózva. Jó napot kívánok! Fasza lesz. Na, jó, ezt így nem fogjuk tudni megoldani, ezt a történetet, ezt okosabban kéne elvégezni. Aha. Na, vissza kiindulási pontra. Vagy nem. Nekem ilyen baszós kardozós játékban a Witcher 3 volt barát, ezt tudtam el. Jó, de ez nem Souls game, igen. Ott nem annyira arról van szó, hogy most hogyan a dodge-olsz, hogyan figyelsz ezekre a dolgokra. Le kell fektetni a szabályokat. Le kell fektetni a szabályokat, hogy csak éjfélig tudok lenni. Lettivel egyszer összetalálkoztunk Palmerbe. Tudjátok, mind kettő rég jó barát találkozott, így integettek egymásnak, hogy hello, szia! Így hi! Hi! Így integettek egymásnak, és így írtunk egy üzenetet, hogy szia, hello, jössz voice-ba? Á, nem, csak izé jöttem föl megnézni, hogy milyen helyzet, hogy izé basznak még a nyulak, meg ilyenek, érted? Jó, aztán végül is bejött voice-ba, és aztán fél ötig játszottunk. De ez ilyen éjfél körül történt a találkozás. Úgyhogy csak egy pici volt. Én veled nem bújok sehová, Szkendó, ezt most leszögezem. Lesz, igen. Találkozás a régi egeremmel, rossz randevú, a kutyádak való. Két macska áll. Oda hogy a faszomba megyek fel? Szóval a lényeg az, Tibi, így visszatérve, hogy nem tudom melyik. Srácok, szerintetek? Mert itt azért vannak itt ilyen Souls gamerek itt most, akik azért játszottak Souls. Szerintetek melyik a legkönnyebb Souls game? Amelyik egy kezdő Souls gamesnek mondanátok, amikor így lehet élni. Asterigos. Na de ilyen izére gondolok, ilyen azért nevezetes. Mondjuk egy From Software játék legyen, érted, hogy valami ilyesmi. Vagy egy Nio például. Egy... De amúgy a Bloodborne is olyan, azt mondom, hogy ez nem olyan nehéz. Én azt hiszem a Nio 1-essel kezdtem, vagy a Bloodborne, nem is tudom. Nio 1 vagy a Bloodborne volt, amivel kezdtem a pályafutásomat a Souls game-ekbe. A 1-es nem olyan veszélyes pedig. Én azt hiszem azzal kezdtem. Vagy a Bloodborne, de most nem is tudom. Bloodborne vagy a Nio volt a első Souls game-a. Amivel játszottam. Aztán a Dark Souls 3. És aztán mentem visszafelé, hogy Dark Souls 1-2. És azokat már hogy kétszer is kivittük. Asterigos, én arra nem is emlékszek. Te egy férfi háremet szeretnél magadnak letti?
Én tőlem fél, de azért még, azért férfi háremsz. Ja, akersz, gyere te is demonologizni. De akerszának nincs meg szerintem. Majd mindjárt Tibi itten megnyilvánul, aztán már meglássuk. Nem tudom, hogy van-e PlayStation-re. Songokan cukra. Szeretném a homokórát megállítani, hogy a faszomba kell most oda átugorni. Ott majd, aha, ott fogunk kérni ezen a lyukon biztos. Tibi testvérsz? Eltűntél? Vagy mi van veled? Lóg a beled? Jó, azt a fiatalembert ott le kell vagdosni, hogy itt a vízbe, hogy itt a vízbe tudjunk járkálgatni magunknak szexuálisan. Jó, ezt elbasztam. Az ott mi a csöcs? Az a kutyákok? Kutyákok vannak ott a vízbe. Itt vagyok, figyelek, a bot az most egyelőre elég idegostor, inkább csak nézem, ahogy nyomod. Aha! Hát igen, a, hát az... igen. A bot az nem, nem teljesen Souls gép, de igen. Letti, ma megint berakja. Tarariradirará. Nem erről az oldalról nyílik ez az ajtó. Ott vannak ezek a lila csövesek. A beragások eddig nekem sem volt bajom. Ahova kellett oda, mindig beraktam, ne aggódjál. Teljes mértékbe. Soha senki nem maradt üresen. Üres járatokba. A Jedi Survivor-eket azért nem mondanám, mert ugye ott lehet nehézséget állítani, és már az eleve köcsökség, amire én is felbaszoltam a játékot. Már 8 ezer ütés kellett belütni egy emberbe, hogy megpusztulja. Úgyhogy, nem tudom. De egyszerűen valamelyik Souls game-be el kell kezdeni. Ráállni. És egyszer megjönnék lett. Vagy tényleg azt mondod, hogy nem neked való, akkor olyan van tényleg, hogy nem neked való. Itt van például Dávidunk is. Az is játszana összes Souls game-be, mert van neki Demon Souls, a Dark Souls 3, mindene is van. De egyszerűen nem megy neki. De van ez így. Én Lettit is megnézném amúgy. Kedves Letti, szia, hello, jó napot kívánok. Zoli vagyok. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Minden kezdet nehéz, majd talán egyszer menni fog. És minden kezdet a első 100 cheer-től kezdődik. Tibi, nagyon szépen köszi a 100 cheers-t. Használd a új badgeret, köszi, köszi. Ja, hát igen, valami olyan kéne. Szivarsz is így van vele. Mi az, hogy a Letti nem játszol ilyenne? Pedig amúgy kurvára nézném. Mindig olyan jó nézni, aki... Hú, csak amúgy az a baj ilyenkor, hogyha tényleg egy kezdő streamer elkezd játszani, na, ugye elnézést a kifejezésért, úgymond egy kezdő Souls game-es elkezd játszani egy ilyen, és főleg, hogyha nő, akkor rögtön a nézők konkrétan letámadnak, és mindent mondani fognak. És sajnos így nem lehet játszani vele, mert már láttam olyat,
hogy játszottak vele, és konkrétan a nézők fontosan nyomták, hogy ez most itt van, ide mennyi, ezt kell megölni, stb. Faszom tudja, és egyszerűen nem volt élvezhető úgy menni vele. De a bénázás az mindig vicces. Amúgy Elden Ring az nem olyan nehéz Souls game szerintem. Tényleg, arra is feledkeztem. A Elden Ringben vannak könnyű részek, és vannak nehéz részek, és pont amíg eljutsz a nehéz részekig, addigra megszokod a könnyű részeknél a játékot. Elden Ring az egy jó ötlet. Igen. Azt mondja, nem a faszom az. Tényleg, ha már szóba gyűjt, elküldenéd a tegnapi horrort? Elküldöm majd neked. Elküldöm majd a horrorst. A horrorszokat. Itt valaki nagyon nagy morgásokban van. Jó, de akkor most mit mondanál könnyű Souls game-nek, érted? A Elden Ring szerintem azért ez nem olyan veszélyes. Mert tényleg vannak nehéz részei. Mert ott mondjuk utolsó bosszal szoptam én is egy pár órát. Kettőt. Na, itt vannak bajok lent. Ezeket kéne megölni úgy, hogy... Értitek? Oda kell eljutnunk. De én mondjuk a Lords of the Fallen sem mondanám egy olyan nehéz Souls game-nek. Nagyon simán végig pörgött. A új. És én azt kurvára élveztem, mindegyik percétem a játéknak. Nagyon adtam. Na, ott is van Szivar. Elküldte. Köszönjük, Szivar. Ott van ez a Lilanok Edli. És ez egy fejetlen, nem? Az adna egy imagyöngyöt pedig. De azt tudni nem fog tudni legyőzni. Rendben lettél. Akkor ilyen 9 körül talizunk. Itt nálam Discordon, oké? Okay? Megbeszéltük? Majd közvetítsük. A Discordon, ha jöhettek nézni. Ne magyarázzál, mert a tepsivel széjjel basz. Azt mutogassa most Letti. Ne! Bazd meg! Jó, itt egy gabona van. Mi történik itt? Kutyákok. Na, mindjárt van 3 pontunk. Vagy hát az nem tepsi? Egyszer azt mondtam kés, és lemondtatok, hogy az nem kés, vagy az tepsi, vagy most mi az, tepsi, vagy kés? Mi? Úristen, Skendo. Én látod, Letty, mondtam, hogy te egy Skendótól fogsz fogni, nem én tőlem. Jaj, serpenyő. Oké, tepsi. Az ugyanaz, nem? A tepsi és a serpenyő az nem az? Nem ugyanaz? Na mit tudom én? Ehe! Milyen szép itt a víz, oda nézel, azért ugraná egy segges, nem? Milyen a víz?
Hát fasza lesz majd, hogyha nem lesz itt olyan fiatal ember, aki villannyal fog lövődözni minket, mikor beledugjuk a seggünket meg, és hogy nem fog jönni egy 8 kilométeres ponty megbaszni. Úgyhogy azt keresem most azt a fiatal embert, aki itt nagy lövődözésekben van a vízbe. Melyik hídon állt az a csöves? Az az a... Az. De 9-kor megyünk játszani, Skendo. 7 óra van. 9 korsz. És 8x streams van. Érted? Érted, mi van? Hogyan jövünk át ide? Jó napot kívánok. Nem akarok fölösleges halálokat itt létrehozni most. A kávén bazd meg. Nézd meg a hideg. Túlnyugtattalak? Jó van akkor. Fú, hol volt ez? Star Wars-ben volt, nem? Első bajós árnyakba. Túlnyugtattad, mester. Amikor Jar Jar-t megnyugtatta Qui-Gon Jinn. Azaz. Fúj, hideg kávé. Hát de szép leszek tőle. Nem tudtad? Friss vagyok, üde és nőies. Jaj. Hello? Jó, itt most meg fognak minket bafarintani. Jó, bábjátékos műszereket itt elővesszük. A Cristiano Ronaldo-t levészároljuk itt. Azaz. Na. Jó, ott a fiatal ember között a bal oldalba le kéne szedni. Gyere velem, tesó. Tesóbsz. Na, ne rúgdok. Hello. Szogi testvérszről mi hír van, Tibi? Nem tudsz róla semmit, mert nem láttam a három napja ember. Négy. Nagyon nagy védekezésekben vagyunk itt van. És ilyenkor nem folyamatosan nyomom már a védekezést, hanem próbálok szinkronizálni velük. Meg kell nézni a Star Wars-eket. Nem olyan rossz amúgy a utolsó Star Wars se. Én nem is olyan régi, én néztem én is megint újra összeset. És most nagyon odafigyeltem mindenre, de tényleg. Nagyon nagy nyitott szemekkel néztem. Elment. Először amikor néztem, sokkal rosszabb véleménnyel voltam én is róla, de most így elment. De hogyan okedd is túrós gomb polcba tudok átmenni oda? De ne! Faszomat. Thank you.
Poe Dameron, az ki az? Az melyik az a Poe Dameron? Baszkikám. Hú, de utálom ezt a területet. Az az X-árnyú pilóta. Ja! Tudom már. Tudom már. Aha. Az, aki... lázod a izé ellen? Faszom tudja? Ott a hercegnő ellen? Nem a hercegnő, ki az? Nem Padme. A másik. Nem jut eszembe. Ja, az amúgy engem is. Ja, bassz meg, ezt nem csináltuk meg. Geci. Az engem is felbaszott, amikor elővette az a köcsög a fénykardot, nos ottan fénykardozott, érted? És hogy még rendesen izé paliba vette a másik köcsögöt is. Ha mondom, itt mi történik? Azért nagyon szar jelenet volt. Azaz, a lila hajú. Jó, bábjátékos az út itt most. 2-4 ellen. Na. Ajaj. Hát igen, ezt ajajnak hívják. Ott a bonfire, baszd meg. Ott a bonfire! Oké, most már boldogabb vagyok. Tessék, ilyen! Amíg azt a lila köcsöget nem öljük meg, addig bajba vagyunk, mert ez ilyen villámszóró, Zeus fiam. Aha! Rákos. Ne. Az ki az a dillos amú? Íget. Jó. Meghalom. Igen, már lökik áramot, értem én. Van még egy drága csalink. Hol tudunk itt kijönni, úgyhogy ne halljak meg? Jó, sehol. Pusztulat! Ezt nem hiszem el. De fos. Fosos úgy. Ez a geci lövöldözik amúgy? Hallod Messi, fejezd be? Jó, remélem adsz egy izét. Ima gyöngyöt, legalább. Oszosz! Megérte. Pusztulj meg!
Nagyon fasza. Ne! Hát de miért esik le ez a... Jó, de most már úszkálhatunk. Ott milyen nagy izék vannak, rajok. Rajszok. Elbújszik. Az... De... Hallod? Harci pont. Ki ez a nokedlik? Gyere ide, fiam. Ne meneküljé. Te hova tűnik-e? Hát belevegy a kövek közé. Jó, de itt még nem néztünk meg mindent. Várjatok, ez azért nem nagy stílsz. Íííí, geci, megjött a hal! Jó, az baj. Mindjárt lenyelnek keresztbe. Nem, itt fölmenni valahol, hát ez kész szenvedés. Hát ezt nem hiszem el. Menjél már föl, légy szíves! Valahol. Alexov is, mit nevetsz? Megengedte itt valaki, hogy nevessé? Kérte engedélyt? Faszomat! Ezek úszkálok, mint Ariel itt a vízbe, érted? És följönni, mert nem tudok. Jó, ezen a szaron föl tudok ugrani, nem? Nagyon jó.